Budapest nem nézi tovább a kormány tétlenkedését, saját forrásból leteszteli dolgozóit, jelentette be a főpolgármester. Ehhez pedig 100 000 olyan antigén tesztet vesz, amely gyakorlatilag azonnal végeredményt ad, miközben most 10 napba is beletelhet, míg valaki megtudja, mi van vele. Márpedig aki ma időt nyer, életet nyer, hangsúlyozta Karácsony Gergely. Az a célunk, hogy a kerületekkel közösen minden olyan ágazatban biztosítsuk a tesztelés lehetőségét, amelyek különösen veszélyeztetettek. Természetesen továbbra is az önkormányzati intézmények és azoknak a dolgozói lesznek a legfontosabbak számunkra. És továbbra is a fővárosi önkormányzat a kerületi önkormányzatokkal közösen a saját szociális és oktatási intézményeiben, óvodáiban, bölcsődeiben, idős otthonaiban és a hajléktalan ellátásban fokozza a teszteléseket és ezeknek az időbeli hatékonyságát. Karácsony Gergely bejelentette azt is, hogy bár ez állami feladat lenne, felajánlják az ingyenes tesztelés lehetőségét az iskolákban dolgozóknak is, akikről mintha megfeledkezett volna a kormány. A főváros a kerületek közt 50 000 tesztet oszt szét, így Újpest is hamarosan nekiláthat szűrni szociális intézményei és a kerületi iskolák dolgozóit. A legjobban kitéve a tanáraink vannak, azok a pedagógusok, akik nap mint nap több száz gyerekkel érintkeznek iskolákban, és ezért gondoltuk azt, hogy őket is leszűrjük. Újpest esetében ez tankerületi szinten 1500 embert érint, és ebben természetesen nem csak az észak-budapesti tankerülethez kapcsolódó iskolák vannak benne, hanem számoltunk a magánkézben lévő alapítványi és egyéb iskolákra, óvodákra, bölcsődékre egyaránt. Lapértesülés szerint szeptember óta 6 tanár halt bele a koronavírus szövődményeibe. A budapesti pedagógusok, oktatásban dolgozók szűrésében önök is segíthetnek a fővárosnak adományaikkal.